Köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések valamennyi nézőjét, akik nyomon követik adásunkat, azok már tapasztalhatják, hogy ismét elindítottunk egy sorozatot Sinka Jenővel. Ő lesz a történelem megidézésének a segítségünkre, aki egy kicsit áttekinti a 20. század történéseit, eseményeit. Immár a második adásunkhoz érkezett ez a sorozat, és még van jó pár rész hátra. Javaslom, hogy tartsanak velünk. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Jenő bácsi, mit kell tudni a mai tematikáról? A mai tematika egy kicsit több, mint az első rész, és most egy pillanatra visszacsatornék az első részre, aminek a befejezése az volt, hogy a Recski kényszer munkatából Micsnai Gyula megszökött, és ez az ő könyvében megtalálható. Valaki fölhívott engem, hogy lehet ez a hozzá. Hirtelen nem tudtam mondani, és most is csak azt tudom ajánlani neki, hogy Micsnai Gyula könyve címén keresse a Google-ba, meg fogja találni. Nagyon olvasmányos és nagyon megrendítő az az esemény, amivel ő neki sikerült abból a Recski kényszer munkatáborból megszöknie. Nos, tehát a mai téma. Egy kicsit tovább megyünk azzal, hogy tulajdonképpen az orosz hadsereg hogyan és mint hatott ránk. Az első részben inkább a magyarországi témákat, de mint tudjuk, ugye a magyar embereket elhurcolták Szovjetunióba, és ott ugyanúgy szovjet hadsereg emberei őrizték, védték őket, védték. Mitől védték őket? Attól, hogy nehogy megszökjönek. Tehát ott milyen hatás volt rájuk, és egy kicsit beletekintünk abba, hogy tulajdonképpen 1956-ban történt az az esemény, amivel kezdődött a kommunista időszaka megrendülni. Nos, hát egy kicsit visszatekintve az előzőre, ott említettem szintén, hogy van ez a gulág, az orosz kényszermunkatábor, tehát igen, politikai rabok is. Erről már volt szó, és említést tettem egy másik fajta elhurcolásról, a Málenki robotról. Erről akkor bővebben nem, most sem akarok sokat mondani erről, de azért egy-két dolgot hadd mondjak róla. Ez ugye orosz kifejezés, Málenki, kicsi robot, kicsi munka. De ez nagy munka volt. Nem volt annyira olyan kényszermunka, mint a gulág, de azért ez se volt semmi, szoktuk így mondani, hanem ez is hosszantartó volt. Kihirdették, hogy azok, akik még otthon maradtak, azoknak kötelező jelentkezni néhány napos, vagy rövid idejű, lehet, hogy így mondták, a lényegen nem változtatott munkára. Mégpedig azzal a megindokolással, hogy a háború okozta romok, stb. Helyreállításával segítsék azt, hogy újból megindulhasson az élet, és hát ez volt az indítéka. És erre hajtották össze az embereket, megjegyezve, hogy néhány napi élelmet hozzanak magukkal, és ruházatot is, mondjuk kétváltás ruházat legyen, és ebben nagy mennyiségben, nagy létszámmal nőket is bevittek. Fiatalokat, akik hát persze nem nagymama korúak voltak, hanem lehetett látni, hogy lehet rájuk számítani a helyreállítást. Hát akinek tekintet. Olyan volt a fizikuma, gondolom. Annyi olyan volt a fizikum. Erre mindig is nagyon odafigyeltek, amikor a polgári személyeket begyűjtötték, mert nem az volt a cél, hogy gondot okozzanak, hanem hogy valami hasznot húzzanak belőlük. Nos, tehát összegyűjtötték ezeket az embereket, jó hiszeműen el is indultak, illetve hát szót kellett nekik fogadni, mert mi más választásuk lehetett volna, és összegyűjtek egy bizonyos helyre, és akkor kezdett volna elindulni a vagon. És aki már egy kicsit megszimatolta, vagy sejtette, hogy itt már egészen biztos, hogy egy-két napról lehet szó, mert egy komoly vasúti szerelmény volt előkészítve, és próbált valamiféleképpen megszökni. Hát elő is fordult, hogy sikerült egy nőnek megszökni. Most egy olyan esetet mondok el, amikor ugye hajtották be a vagonokba, 50-60 személy egy marha vagonba, számolták őket, és rájöttek, hogy egy-két ember hiányzik. Na, akkor akik ott voltak búcsúzni, hogy így mondjam, a hozzátartozóiktól, azok közül kikapott az asszonyt, aki éppen ott fogta a kisgyermeke kezét, és a másik kezében meg egy kanna volt, amivel vitte volna haza a vizet. És ott volt annak a nővére is. És akkor a gyerek sírva fakadt, hogy elvitték az anyját.
ott maradt teljesen árván egyedül. Az volt a szerencséje, hogy az anyjának a testvére, nagynénye ott volt közelében, és na gyerek kislányom, akkor szépen most elmegyünk haza. Akkor látta utoljára az anyukáját. Az is jellemző volt a korábbi beszélgetésekből, tudjuk, hogy gyakorlatilag a legváratlanabb pillanatban fogdosták össze ezeket az embereket. Igen. Ez is egy példa volt. Ez is egy példa volt, hogy teljesen váratlan. Most elmondanék egy másiket, hogy egy kicsit hosszadalmas lenne, és nem is tartanék bele, hanem egy bácsi a szekerén ülve az unokájával egy vasúti átjárónál átsorgott, hogy elmenjen a vonat, megállt a vonat, és rájöttek, hogy egy ember hiányzik. Lekapták a nagypapát a szekérről, ott maradt az unoka a kocsin, a lóval, és kész. Eltűnt. Volt egy őrnagy, aki ugyanúgy katona volt, és az volt a feladata, hogy ezeket a kényszermunkatáborokat látogassa meg, és tegyen erről jelentést. Úgy hívták, hogy Baldajev őrnagy. Aki feltérképeztést tőle, igen, tudjuk, hogy honnan vannak. Igen. Ugye ez már ez egy korábbi... Ez is egy része, de aztán megszegedezték egyszer tőle, hogy és mindent föltérképezte, mert őrön kiállítani. Hát 40 ezeret nem tudtam, pedig az a 40 ezer szám az csak egy helyiség volt, ahol volt 5-6 láger, tehát a helyiséghez tartozó. Nos, a Baldajev látta, hogy mi történik. Látta, és ezt titokban ő feljegyezte, megfelelő módon titokba tartva, egy-két grafikai mintát, grafikát is készített arról, hogy milyen ott idézőjelbe tett élet, a láger élet, és ebből 69 kép megtalálható az interneten, hogyha keresi az ember, azt beírva, hogy Baldajev grafikái. De készüljenek fel, hogy sokkoló lesz, én nagyon már láttam, sokkoló. Úgy is van, érez... úgy, ahogy köszönöm szépen, hogy tetszett említeni ezt, hogy nagyon sokkoló képek. Én ebből válogattam egy párat, nagyon sokkoló, és figyelmeztet is az oldal, hogy kérem szépen, ez gyerekeknek nem való, sőt, még felnőttek se, nagyon akinek az idegrendszer nem valami jól áll, az ne nagyon nézen oda, illetve lapozzon tovább. Na most ebből én hoztam ide három képet, itt fogjuk látni, olyan felírással, hogy szörnyű, szörnyűbb, legszörnyűbb. Ennél még legszörnyűbb is van, de azért megpróbálok egy kicsit lapozni rajta, azért, és ezt úgy készítettem, hogy lapozni lehessen. Első az, hogy tulajdonképpen mikor is alakult meg a gulág. 1918. szeptember 5-én a Szovjetunióban. Ez csak egy indíték. És aztán, hogy mi lett belőle? Itt látunk egy olyan képet, ami szörnyű, és ha látjuk ezeket a sovány embereket... Az mutatja, hogy milyen állapotok voltak. Hogy milyen állapot volt. És amikor én ezt először megláttam, mindjárt az jutott eszembe, hogy a holokauszt, a Birkenau, másik helyeken, arról is vannak ugyanilyen sovány emberképek. Hát ez egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát megtörtént. És ez most miért történt ez a jelenet? Azért, mert ezek már olyan sovány emberek voltak, hogy nem tudtak velük dolgoztatni. Csak gond volt velük, idézőjelben gond volt velük, és ritkítani kellett a létszámot. Itt látunk puskásokat, tehát lövések sorba, sortűz, megritkították, csökkentették a foglalkoztatottakat. Szörnyű. Szörnyűbb. Hová lettek azok, akiket lelőttek, vagy a lesoványodás, vagy az éhség, vagy bármi más kapcsán meghaltak? Azokat szánra tették téli időbe, és kivitték vagy a hóba, nem nagyon mondom el, de ott a farkasoknak préda volt. Más esetben pedig léket vágtak a folyóba. És akkor a fagyos vízbe engedték? És akkor oda engedték bele. Most képzelj el, hogy azok a bajtársaik, akikkel együtt egy terembe, egy lágerben laktak akkor, és a szomszédja meghalt, akkor őneki kellett elvinni. Hát nem a börtönőr cipekedett velük, hanem ők saját maguk. Itt vannak szépen sorba állítva. Ez még szörnyűbb. És akkor, Viktória, kérem, nem nagyon ajánlom, hogy nézze meg, mert említettem, hogy veszélyes, és a legszörnyűbb a nők helyzete. Olyan nehéz munkákat végeztettek velük, hogy a méhük leszakadt. Tessék megnézni. Nem mondom tovább.
Szörnyű, legszörnyűbb, el is takarom. Tehát elképesztően, elképzelhetetlen sorsuk volt. Ez most csak benne a lágerbe. Tehát, hogy milyen munkát kellett nekik végezni a bányába, akár külszíni, hát legtöbbnyire lent, mert aztán a legnagyobb bánya vidék az Kolima környékén volt, ott aranybánya volt, ott nikkelbánya volt, ott szénbánya volt, az egy nagyon nőszi, és a legrosszabb hely, hogy így mondjam, az egész között, egy se volt jó, de az volt a legrondább. Aztán részbánya is volt Karabasz környékén, Nagy Józsi bácsi ott Karabasz környékén volt, és időnként átcsoportosították egyik másik helyről, attól félt, hogy elviszik a részbányába, mert a réz hatása olyan volt a szervezetre, hogy amíg ott dolgoztatták őket, addig még csak ibírták, de utána aztán nagyon hamar befejeződött az életük. Tehát ez egyfajta kép abból, amit Baldajev megörökített magának, nagy titokba, és nem tudott a családja se róla, a felesége se, és ugye oroszul leírta, hogy miről van szó. Most ez, amit látunk az interneten, meg ami itt van, mellette ott van magyar fordításban is, hogy miről szól. Ezt most nem részletezem, de ha valaki erre rászánja magát, és ki fogja bírni ezt a sokkoló hatást, akkor rájön, hogy mit írt le oroszul, mi a kép, és mi a magyar tartalma. Ennyit erről a szörnyű világról. És akkor ugye megemlíteném, nem tudom, múltkor említettem, a Szekeres Imre Gyűl bácsit, aki Vorkután volt. Nagy szerencséje volt, hogy így mondjam, mert ő olyan helyre került, hogy a konyhába kisegítőnek. Ezeket a bajtársakat, akik túlélték, meg hát nem is csak azokat, akik túlélték, a Rózsás János bácsi egy gulág lexikonba gyűjtötte össze 4700 valahány szemét. Vannak benne nagyon, nagyon ismert személyek is, azt kell, hogy mondjam, hogy ő válogatás nélkül, akiről tudott, meg azt, hogy mikor... Feljegyezte akkor. Mindent följegyzett. Nekem van egy oldalírásom arról, hogy a kommunistákról mit tudott leírni. Azt, hogy kit, mikor 1932-ben volt egy ilyen nagy tisztogatás, azon a Kumbilla is ott lelte halálát, a Moszkva melletti Butovoi lőtéren lőtték agyon. Pillanatok alatt, ugye, ahogy említettem, egy tarkólövés. És ott tömegsírba rakták. Egy oldalnyi felsorolásom van, amit úgy olvasás közben találtam meg, hogy bizony ő is kommunista volt, meg ő is kommunista, és le is írják, hogy az tisztogatás volt ő maguk között is. Hát ugye Sztálin is tisztogatta a tisztjeit, szóval ez egy kegyetlen világ volt. Mindenki számára volt kivétel. Ugye, hát ugye az idegenekkel pláne, ugye, mert ugye a vesztes országnak ugye az embereit nem lehetett kímélni, de ők maguk között is. Ugye, azzal félemlítette meg a Sztálin a tábornokait, hogy egyet-kettőt felakasztatott, vagy kivégeztetett, és akkor mindenki félt, és mindenki kénytelen volt neki szót fogadni, akármiről van szó. Hát... volt olyan kényszermunka, nem megyek most ebbe bele. Tehát ez az élet nem is volt élet alapvetően. Nos, hát azt kell, hogy mondjam, a csillag lehult 1956. Ez azt jelenti, ez a könyv, ez a mi kiadványunk, a Fejér megyei településeknek az eseményei, hogy melyik településen milyen események voltak, egészen a legkisebb faluig. Nem mondom, hogy mind a 108 falu benne van, mert ahol nem történt semmi, vagy a szomszéd faluval együtt történt, azok ebbe szépen le vannak írva. Ez bajtársaim közös munkája, kutatása alapján, és volt egy bajtársunk, aki a Zeher János, akinek volt kutatási engedélye mindenfelé az országba, és ő nagyon sok jegyzőkönyvet meg tudott találni. Ebből ez egy nagyon jó gyűjtemény. Azzal kezdődik, nem tudom, hogy az első vagy az utolsó oldalon, egy tartalomjegyzék, hogy milyen faluk vannak felsorolva, és ott mindenki megtalálja. Rá tud keresni akkor a saját településére. Igen, rá tud keresni. Úgyhogy 2006-ban azért egy néhány település meg is kérdezett engem, mert előtte a megyei közgyűlésen volt egy bemutatkozásom 1-2 perces, amikor azt mutattam föl, hogy kérem szépen, a csillag lehult, és ott voltak a polgármesterek. Mondom,
hogyha valakinek szüksége van arra, hogy most az ő településén mi történt, akkor keressen meg. És voltak, akik megkerestek, ebben a faluban ez meg ez mi történt, akkor kimásoltam neki és elküldtem. Bizonyára az ott lévő vagy élők még konstatálhatták, hogy igen, ez történt. Netán még ki is tudták egészíteni, de alapvetően ez egy gyűjtemény arra, hogy Fejér megyében mi történt. Hát egy kép, bizonyára ismerjük ezt a Szent István szobrot. Szent István szobor a mai megyeház. Igen, hát én még emlékszem arra, amikor az volt csak így, hogy István király. És akkor volt egy megemlékezés ott, de akkor ez még a rendszerváltás előtt. Most nem emlékszem már rá, hogy melyik pap azt mondja, hogy szeretném, hogyha majd ennek a talapzatán Szent István király lenne fölírva. Hát sikerült neki ezt még megírni. Ez egy tüntetési jelenet, ami azt mutatja, hogy tulajdonképpen Szent István ugye itt Fehérváron, de nem csak Fehérváron, hanem ugye az országnak is egy első királya, szimbóluma, és ugye az első királyi székesfőváros, Székesfehérváron van ennek első helye. Nos, hát ez a kép, aztán most nem tudom, hogy ez nem az, de volt egy olyan kép, amit aztán nem is tudom, hogy hol, nem akadtam nyomára. Ott is volt lövöldözés 1950-ben, és egyik bajtársunkat ott lőtték le. Hú, nagyon meredek volt, ott párharc volt, illetve tűzharc volt, mert ő védte a megyeházát, és akkor jöttek az oroszok, és akkor onnan davaj, davaj, tehát menjetek ki, a davaj az most már azt hiszem ismerős kifejezés, hogy, és akkor kiment, és vissza akart fordulni, hogy majd ő lő, és megelőzte egy orosz, úgyhogy ott végeztek vele. Tehát egy fehérvári esemény is jelenet ahhoz a Szent István szoborhoz tartozóan. Alatta találunk egy ilyet, hogy a forradalom hősei, Pongrácz testvérek. Nem azt mondom, én nem szeretem ezt a hős kifejezést használni, de ők hősök voltak. Mert, hogy mondjam, én egy kicsit óckodok attól, hogy kitüntetést kapjon az ember meg minden. Ezek nem érdekelnek engem, de ők testvérek voltak, és volt egy lánytestvérük, meg az édesanyjuk, akik Magyarországon voltak akkor, és mind a hatan benne voltak ebbe a buliba, elnézést ezért a ronda kifejezésért, de a forradalom megtestesítői. Ugye a Gergely volt a Korvin köz főparancsnoka, és ő akkor vidéken volt, mint, tehát a forradalom első napjaiban, vidéken volt, mint agronómus, vagy a mezőgazdasági szakember volt, és akkor hallotta a rádióban, hogy mi történik. Hát akkor nekem ott a helyem, de hát a testvéreim Pesten laknak, és akkor az András volt, aki Pesten lakott, aztán a többiek is, hogyan nem tudom, de összejöttek, és mindannyian részt vettek. A legidősebb testvér az Ödön volt, és utána azt hiszem a Gergely, meg az András, nem tudnám a sorban mondani őket, nem ez a lényeg, hanem az, hogy tulajdonképpen ők ezt meg is cselekedték annak rendje módja szerint, ugye Pongrácz Gergely lett a Korvin köz főparancsnoka, a Vajusz, és hát volt ott egy kezdeményezés, hogy ki legyen a főparancsnok, és hát neki nagy ázsiója volt, mert volt egy olyan veszélyes jelenete, amikor lőtt egy második emeleti helyiségből, és akkor az oroszok rálőttek az épületre, és ő lefutott az elsőre. Igen, ám, de a felső emelet rászakadt, majdnem ott maradt, de aztán őnála volt még annyi benzines üveg, amit aztán az Ödön bátyja feladata volt, benzines üveg, amit aztán sikerült kidobni a rossz tankolkora, és ezt a fiatal srácok, úgymond pesti srácok, nagyon megjegyezték. És az Iván Kovács János meg ők közötte volt a, hogy úgy mondja, a verseny, nem volt az verseny, csak hát ők voltak a várományosok, igen, akikre lehetett számítani, hogy ki lesz, és akkor ő azt mondta, hogy válaszátok meg az Iván Kovácsot, de én nem fogom vállalni. És akkor az volt a szavazásnak a módja, hogy így mondjam, hogy ki kellett hajolni egy ablakon,
és akkor bemutatkozni, hogy ki kicsoda. És a srácok ráismertek, hogy a Gergely. És közfelkiáltással őt választották meg. Nagyon meglepődött, és azt mondta, hogy hát ő egyedül nem csinálja, és akkor mellé fogtak még más parancsnokokat is, mert ugye a Korvin köznek más-más területei is voltak a közelben, a Prátor utca, a Tűzoltó utca, stb. Azok is hozzátartoztak, és hát a Gergely volt aztán végül is a főparancsnok. Nos, hát a családnak aztán tulajdonképpen menekülni kellett, ugye november 4-e után tudni lehetett, hogy mi az ábra, és ők valahol november végén az édesanyjával mentek a határ felé, és sikerült is átjutni, de rajta voltak a listán, az első személyként ott volt Pongrácz Gergely, és aztán a határon elfogták. Hát ez egy kicsit érdekes dolog volt, és mivel, hogy rajta van listán, bevitték az őrsre, és ott volt egy katonatiszt, aki a őrsnek a parancsnoka volt, és a Pongrácz Gergely szépen elmondta neki, hogy ő kicsoda, és mit csinált, és hogy ő neki most itt nincsen helye, és ha akar, letartóztathat, vállalja az ezzel járó dolgokat, és ez a százados vagy őrnagy, nem tudom a rangját, nem az a lényeg, elengedte. Mert olyan dolgokat mondott el, ami hihető volt, és látta, hogy ez az ember, ez egy érték, és ezt az embert nem szabad likvidálni, és hagyta, hogy elmenjen. Hát aztán ez a katona aztán kapott jó pár évet ezért, hogy ő szabadon engedte. Végül, de nem utolsó sorban, Jenő bácsi, még itt vannak a Korvin köz harcosai között. Igen. Székesfehérvári Pákozdi illetőségi igen. Személyek igen. is. Igen, igen, igen. A Korvin köz harcosai, kérem szépen, milyen Józsi? Kanalovics Józsi. Hát kérem szépen, ő ott volt. De nem csak ott a Korvin közben, hanem máshol is. És hát, hogy úgy mondjam, nagyon csúnya mennyiséget mértek rá, 15 évet. Ez alatt a nyomozási időszak alatt vallották Tököly Jenőről is, erről most nem beszélek, de nagyon helytállt. Én olvastam azt a jegyzőkönyvet, valami 5 oldal volt, hogy a Tököly Jenőről miket kérdezett. Semmit nem mondott rá, semmit nem vallott rá, barátja volt. No, Kanalovics Józsi 15 évet kapott, az ebből 11 vagy 12-t, hogy úgy mondjam, le is kellett neki tölteni. Nagyon nehéz időszaka volt. Majd csak nem halálos ítéletet kapott, mert olyan környezetben volt, hogy akik abban a környezetben voltak, azok nagyon nehezen úszták meg. Hát van ott középen egy Jancsi, ez egy kép, a korvinközi harcos szimbóluma. Ez a korvinközi emlékhelyen ott van egy szobor, a Jancsi. Hát most, hogy ki ez a Jancsi, de azt hiszem egy ilyen vagy hasonló kép megjelent a Times magazinban is. Ő az egy kép. A Gozári Misi, kérem szépen, tavaly hunyt el, ő is korvinközi harcos volt. Ő 6 évet kapott. Meg is sebesült. A Józsi nem sebesült meg, de nem sok tartotta. A Misi megsebesült a kezén. Nem tudom, hogy lehet, hogy első vagy második emeleten harcoltak, 3-an voltak. És hát ugye az oroszok rájöttek, hogy honnan jön, ugye a torkolattűzből meg lehetett állapítani, és belőttek rá. Úgyhogy a mellette lévő két bajtársát, hogy úgy mondjam, kilőtték. Ő abban a pillanatban már kapott egyet, és menekülnie kellett. Aztán elbújt, lement a pincébe, és ugye a régi házak Budapesten alul össze voltak kötve egyik pince a másikkal. Tehát ilyen szabadulás, és akkor nem tudom, a hanyadik ház pincéjéből jött föl, és aztán menedéket talált egy családnál, és aztán kórházba került, szóval de rátaláltak. Talán fénykép is segített, erre most nem mernék megesküdni, de lényeg az, hogy elkapták, és hát 6 évet kapott a Misi. Hát nagyon sokáig jó bajtársunk volt itt a megyei szervezetben, sok mindféle kutatásban részt vett, nagyon jó megoldásai, gondolatai voltak, amikor valamiről tanácskoztunk valami kutatási témán, és itt láttuk, hogy úgy hallgat. És akkor úgy végighallgatta, azt mondja, gyerekek, itt van a zsebsírhantja.
olyan ritkán szólt, de nagyon jó de igazság. De akkor mindig tudta. Nagyon jó igazság. Gyerekek, itt vigyázni kell, ezt nagyon jól át kell gondolni. Ez a része nem volt valós. Olyan dolgot mi nem írhatunk le, ott vannak például a kiadványok, többféle kiadványok, 17-féle. Azt mondja, ha egy kicsi tévedési lehetőség van, akkor ezt kerüljük ki. Ne adjunk okot arra, hogy később valami kutatás témán itt az ellenkezője, vagy valami nem oda való, valótlan dolog. Nagyon jó munkatár, alelnök volt sokáig, hát én voltam elnök most már 10-valahány éve. Ő azt mondta, hogy ő nem megy elnöknek, ő marad alelnök, de azt mondja, mindig hallgassatok rám. Nagyon szerettem a Misit. Nos, hát kérem szépen, ugye harcok voltak Budapesten, és ez a hadsereg ugye Magyarországon tette azt, amit kellett neki, de ugye egy kevés orosz tudással mégiscsak fölhívták a figyelmét az itt lévő orosz katonáknak, hogy ne lőjetek! Azt mondja, hogy szoldáti, szovjetkiesel, tehát ide van, orosz katonák, itt az a vége kisebb betűvel, hogy ne streljátje! Ne lőjetek! Ne lőjetek! Hát, ugye rá voltak kényszerülve, hogy lőjenek, mert ha ő nem lőtt, akkor mögötte lőttek. Ez volt a helyzet. Aztán ugye volt olyan kiírás is, amikor egy lámpavasra volt egy ekkora tábla, Moszkva, és egy nyíl. Tehát, hogy merre van Moszkva? Menjenek visszafelé. Események voltak, nagyon sokféle fölirat van ebből az időszakból, ezt hoztam most csak ide, de őszintén szólva azok, akik az első napokban itt voltak orosz katonák, azok tudták, hogy miről van szó. És tisztában voltak azzal, hogy nekik az itt létük az egy számukra is egy parancs volt, de az volt a legfőbb parancs, hogy védjék a lenini utat, hogy ne térjünk rá róla. Na most ők átálltak. Tulajdonképpen látták a helyzetet, hogy őnekik ezt nem szabad minden parancsot végrehajtani. És kérem szépen, a Pongrácz Gergely elfogott egy-két katonát, és azt mondták, hogy itt parancs. Itt nincs más megoldás. De rájöttek a szovjet hadsereg vezetők, hogy ezeket le kell cserélni. Nem lehet rájuk számítani. És akkor ugye azon címszó alatt, október 28-ától, amikor Nagy Imre is nagyon forszírozta, és azt áll is érte 28-án délután, hogy az orosz csapatok induljanak kifelé, elindultak kifelé. Azon címszó alatt, hogy a családokat és a betegeket, vagy sebesülteket viszik ki. A nagy satemmi. Emögött az volt, hogy rájött a szovjet hadsereg, és ezt elismerték a szovjet vezetők, hogy le kell cserélni, hogy nem bízhatnak bennük. Hát ezzel történt tulajdonképpen az első ég a szovjet hadseregnek is, ugye, hogy indulj kifelé, és tulajdonképpen jó pár évtizeddel később, aztán, ami ennek a sorozatnak is a vége, hogy Tavárisi Kanyar, tehát vége, ez végül is megtörtént 1991-ben. Idáig jutottunk most a második rész kapcsán, és természetesen érdeklődést figyelembe véve folytatni is fogjuk. Köszönöm szépen, hogy itt volt Jenő bácsi. Viszontlátásra. Nézőinknek pedig megköszönöm a figyelmet, egy hét múlva újra jelentkezünk majd, tovább utazunk majd itt a történelmi időutazásunk során. Köszönöm, hogy itt voltak.